Köszöntöm Önöket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Erasmus nap érdekes prezentációkkal és sportolási lehetőségekkel tették különlegessé az ünnepet a diákok számára. 90 év, professzor dr. Nemes György kandidátus főorvos volt Szentendre első traumatológusa. Szüreti mulatság, a Kolompos Együttes szüreti műsorát élvezhette a PMK közönsége. Erasmus napot tartottak a Váci Szakképzési Centrum Petszert József Technikum és Szakképzőiskolában, ahol stábunk nyüzsgő forgatagba érkezett. Az iskola termei ünnepi díszbe öltöztek, és mindenütt pezsgő élet fogadott minket. Az Erasmus program olyan kezdeményezés, amely lehetővé teszi diákok számára, hogy külföldön tanuljanak és tapasztalják meg más országok kultúráját és életmódját. Az Erasmus napon az iskolák diákjai beöltöznek az egyes résztvevő országok színeibe és kultúrájába. A rendezvény célja, hogy megünnepelje ezt a sokszínűséget és kultúra közi kapcsolatot, valamint bemutassa az egyes országok hagyományait, ételeit, zenéjét és egyéb fontos kulturális elemeket. Fantasztikus lehetőség a diákoknak, hogy együtt ünnepeljék az európai sokszínűséget. Az Erasmus nap emellett hozzájárul a kulturális megértés és a barátságok kialakításához az iskolai közösségben. A mi életünkben az Erasmus programok most már több mint 20 éve jelen vannak, és ennél fogva nekünk természetes, hogy így évről évre egy-egy napon megemlékezzünk ezekről a programokról, és csatlakozzunk ahhoz az európai kezdeményezéshez, amely ugye erre a hétre teszi az Erasmus napokat, és nyilván minden intézmény, akinek az életében ez egy fontos elem, igyekszik megmutatni, hogy az Erasmus programok kapcsán milyen lehetőségeket tud még bevinni az oktatásba. Az Erasmus programnak három különböző vonaláról beszélt stábunknak az igazgató. Az egyik nagyon fontos az az Erasmus mobilitási programok. Ezeknek a programoknak a segítségével 3 hét, 4 hét, 6 hét, vagy éppen 3 hónapos szakmai gyakorlatot tölthetnek fiataljaink Európa valamelyik országában, és szereznek szakmai tapasztalatot, élővé teszik nyelvtudásukat, és egyáltalán egy élet tapasztalat, amihez hozzájutnak ezen programokon keresztül. Ezen kívül vannak az úgynevezett kisléptékű és nagyobb terjedelmű fejlesztő programok, amikbe bekapcsolódtunk az elmúlt évek során. Kisléptékű programjaink gyakorlatilag azt a célt szolgálják, hogy az intézményben lévő tanulókat, diákokat valamilyen módon fejleszteni tudjuk. Nyilván ez a fejlesztés, ez kitekint a tanterem 4 falán túlra, és olyan személyiségfejlesztő programokat tudunk ezáltal nekik kínálni, amit egyébként az Erasmus programokkal nem. Az iskola a régió általános iskoláinak képviselőit is meghívta az Erasmus napra, hogy fejlesztő programjait bemutassa. Most ezen a mai napon meghívva egyébként a régió általános iskoláinak képviselőit, pont nekik próbáljuk bemutatni, hogy azok a programok, amiket mi itt véghez viszünk, azt ők is meg tudják csinálni saját iskolai környezetükbe. Egy jó ötlet kell hozzá, és persze munka vele, de hihetetlen eredményeket lehet felmutatni ezen fejlesztő programok segítségével. Az igazgató a nagyobb léptékű, kifejezetten az oktatást fejlesztő programokról is beszámolt stábunknak. Éppen most zárunk egy ilyen 3 éves projektet, rajtunk kívül még 5 ország bekapcsolásával fejlesztettünk, és hogy is mondjam, hoztunk létre jó gyakorlatokat, ami szintén az oktatásba beépíthető. És nagyon örülünk neki, mert ez a kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolat, amire mi itt a több mint 20 év alatt szertettünk, azért meghozza azt a gyümölcsét is, hogy nem csak mi keressük a partnereket, hanem most már Európából minket is keresnek, kifejezetten a mi intézményünket. Így tudtunk bevonódni például olyan fejlesztő programokba is, ami már túlmutatott Európán,
és El Salvadorba, Kolumbiába, spanyol iskolákkal tudtunk együttműködni, szintén oktatásfejlesztő programban. Gerlai Boglárka az iskola projekt koordinátora és angol tanárnője ismertette azokat a legkülönlegesebb programokat, amelyekkel a gyerekek erre a napra készültek. Országokat húztak az osztályok, és ezekről az országokból készültek. Készültek népviselettel, poszterekkel, prezentációkkal, ételekkel. Tehát minden, ami az adott országhoz tartozik, készültek gyönyörűen, tantermeket feldíszítették, dekorálták, és várták a zsűrit az országnak megfelelően. Hát én nem sajnos nem voltam részes a zsűrinek, de utólag majd biztos, hogy fogom tudni, hogy kik mit adtak elő. Valószínűleg voltak énekek, táncok, dalok, és a hasonló dolgok történtek. A tanárok érdekes prezentációkkal és sportolási lehetőséget biztosítva szerették volna különlegessé tenni a diákok számára ezt az ünnepet. Tornateremben voltak különböző ilyen sportesemények, pingpongozhattak, röplabdázhattak, illetve volt még egy 7 diákból álló, élménybeszámolót nyújtó diákcsoport. Mind a 7 diák külföldön Erasmus programban volt már többször is, volt, aki már többször is, és ezeknek az élményeiket osztották meg prezentációkon keresztül. És volt még egy programhelyszínünk a gyerekeknek, ez kint volt a pincérteremben, ott génmegerzésről kaptak információt, előadást kaptak, és szerintem azt is nagyon élvezték. Tehát próbáltuk tényleg úgy összeállítani a programot, hogy az Erasmushoz csatlakozzon, kapcsolódjon, de ezen túl azért legyen más élvezeti forrásuk is. Legnagyobb lelkesedéssel a cukrásztanulók meglepetését várták a diákok. Az iskola cukrásztanára, illetve diákjai, cukrászdiákjai készítettek pontosabban úgy, amik már elkészültek vele, egy hatalmas, gyönyörű Erasmus tortát, és ezt majd közösen fogjuk fölvágni, ahogy vége lesz a mai eseményeknek, oklevél átadás után, mert a gyerekek fognak különböző kategóriákban az osztályok okleveleket kapni, és ezek után mi ünnepélyesen fel fogjuk vágni ezt a tortát, és mindenki ehet belőle. A Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola Erasmus napjáról készült beszámolónkat hamarosan folytatjuk híradónkban, ahol többek között a diákok élményeiről és az esemény érdekes témáiról, előadásairól is szó lesz. Professzor dr. Nemes György kandidátus főorvos családi körben fogadta Fülöp Zsolt polgármester jókívánságait 90. születésnapja alkalmából. Tájékoztatnak a város hivatalos weboldalán. Szentendre város egészségügyi intézményei volt traumatológus főorvosa virágcsokorral és emléklappal való köszöntést követően mosolygósan, örömmel mesélt eseményekben gazdag életéről, hivatásáról, az autósporthoz fűződő szoros viszonyáról. Az október 9. A köszöntésben meglepően kalandos történetek hangoztak el. A doktor úr elbeszéléséből kiderült, hogy az 56-os forradalom sérültjeinek ápolásáról, az autóversenyzésen át a kormány kitüntetésekig milyen szerteágazó életet élt a főorvos. Dr. Nemes György 1934. október 7-én született Tácon. Győrben tanult, majd ott is kezdett el praktizálni. Negyedéves orvostanhallgatóként részt vett az 1956-os eseményekben. A harcok idején szerepet vállalt a sérültek felkutatásában, mentésében, orvosi ellátásában és ápolásában. Sebészként, traumatológusként és ortopédorvosként végzett az egyetemen. Szentendrén 85 éves koráig 13 évet dolgozott a város első traumatológus orvosaként. Bár a szarvasbőgés túrák véget értek, de további őszi kalandok várnak minden túrázót a Pilisi parkerdőben. Folytatódik a nagy sikerű Erdész szemmel túrasorozat, amelyen immár 6. alkalommal vehetnek részt a természet szerető érdeklődő túrázók, akik a Pilisi parkerdő erdész vezetőinek kedvenc erdeit vezetett túra során ismerhetik meg. További jó hír, hogy a nyár elején újra nyitott Rámszakadék is várja felkészült látogatóit, ahol az elmúlt időszakban újabb egyeztetéseket folytattak le az erdészek és a mentésben segítséget nyújtó szervezetek a biztonságos túrázás érdekében. A Pilisi parkerdő őszi kínálatáról további információk és részletek elérhetők a Pilisi parkerdő honlapján.
A Kolompos Együttes szüreti műsorában legénykék botos, lányok üveges tánca elevenítette fel a hajdan volt szüreti szokások legszebb pillanatait. A Szentendrei Kulturális Központ eseményének a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár adott otthont október 12-én szombaton. A reggeli kakas kukorékolástól az esti mulatságig tartó régi szokásokat mutatták be a néptáncosok. A szüreti előadás során a színpadon megelevenedett a kicsi seregélyek játéka, majd a legények botos tánca előcsalogatta a lányokat, akik üveges táncot lejtettek a friss idei musttal, borral. Igazán aktívak voltak a gyerekek, akár a játékokban. Én azt tudom mondani, hogy nem mindig lehet úgy megfogni őket, mint ahogy itt sikerült, akár abban, hogy amikor kérjük őket, hogy a pillangó táncba jöjjenek föl lányok, vagy a legényes táncba jöjjenek fel fiúk, rengetegen jöttek, úgyhogy nagyon örülünk neki, és boldogok vagyunk. Eleve a díszlet is olyan volt, a minimális díszlet, azért hadd tegyem hozzá, meg igyekeztünk azokat a szüreti dalokat és játékokat, amiket eleve mi tudunk, meg kitaláltunk rá dolgokat, és ezekkel fűszerezve valóban egy-két olyan dalt beletéve még, ami ismert, és amit szeretnek, illetve átvezető muzsika, ezzel töltöttük a szüreti mulatságot. A fiatal közönség figyelmét megragadja az előadásmód játszik könnyedsége, a sok humor színpadigeg. A néprajzilag is hiteles játékot élvezik kicsik, szülők, nevelők egyaránt. Szülőőrző dalok, vásári mulatságok, a Kolompos Együttes játékkal, muzsikával idézte meg a szüreti hagyományokat. Az együttes tagjai igyekeznek minél több hangszert színpadra vinni, és azok hangját egyenként is megmutatni a gyerekeknek. Hogyha a basszusoktól szeretnék indulni, akkor a nagy bőgő, azt nagyon szeretik egyébként, mert egy nagy testű hangszer magával ragadja a tekintetet, amúgy is a hasunkba érezzük, ha közelről hallhatjuk a hangját, megtapogatjuk, stb. Tehát a nagy bőgőt szoktuk mindenképpen, ütőgardont, az egy viszonylag ma már egy ritka dolog, nagyon sokan nem is találkoznak vele, brácsa, mélyhegedű, de gitár is sokszor szerepel a műsorban, aztán hegedű, tambura, mandolin, egyéb hangkeltő eszközök, kolompot szoktunk, nádi dudát szoktunk használni, kereplőt szoktunk használni, tehát azért elég sok minden terítékre kerül így, hogy gyakorlatilag találkozzanak ezekkel a dolgokkal a gyerekek. A Kolompos Együttes meghívója ezen a szombaton a Szentendrei Kulturális Központ volt. Az intézmény nagy figyelmet fordít a gyermekprogramokra, emelte ki programszervezőjük Kalamonovics Balázs. Nagyon fontos számunkra ez a korosztály, hiszen belőlük lesz majd a későbbiekben majd a kultúrafogyasztó közönség, és ezért is gondoljuk, hogy nem lehet elég korán kezdeni. Tehát elég sok gyerekprogramot szervezünk nekik. Például ebben a hónapban már is folytatódik ez a sorozat, hiszen október 25-én érkezik Színjátár Dóra, Diafilm Kuckó néven, diafilmetből fog felolvasni a barlangban, de témására gyerektáncháza is folyamatosan a barlangban szintén minden hónapban megrendezésre kerül, de ezen kívül a partmoziban októberben is, de egészen decemberig minden hónapban bábszínházat is láthatnak a gyerekek. Úgyhogy, és Grievous filmos, most már mondhatom, hogy hagyomány szerint decemberben érkezik dupla Nótás Mikolás előadásával. Végül a várható időjárásról. Pénteken a Dunától keletre sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúlon viszont napközben többfelé megnövekszik a felhőzet, de csak néhol nyugaton, délnyugaton alakulhat ki átmeneti jelleggel kisebb eső, zápor. A keleti-délkeleti szél többfelé élénk, a Dunántúl északi felén helyenként erős lehet. Reggelre foltokban pára, köd képződhet, hajnalban -2 és 9, délután 13 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Az Erasmus nap hozzájárul a kulturális megértés és a barátságok kialakításához az iskolai közösségben. Professzor dr. Nemes György kandidátus főorvos 85 éves koráig 13 évet dolgozott a város első traumatológus orvosaként. A Kolompos Együttes szüreti műsorát élvezhette a PMK közönsége szombaton.
Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre Ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Fókuszban című magazinműsorunk, melyben vendégünk Vizi Péter, amatőr csillagász volt. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/TV Szentendrén. Megtalálhatók vagyunk közösségi oldalakon, csatlakozzanak hozzánk ott is, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Megtisztelő figyelmüket köszönöm a munkatársaim nevében, viszontlátásra!